Will! Will! Igen? Ne mondd, hogy ezek itt az Egyeztetőbizottság mellékelt jelentései. Ezek itt nem az Egyeztetőbizottság jelentései. Hazudsz. Igen. 5 perc múlva kell. Will? Igen, értettem. Oké, azt hiszem ez jó lesz. Szia. Csukd be a szemed. Hány előzetes töltés volt? 5. Generáló elemek? 3 védőburkolat svájci turbinákkal megrendelésre. Gondok? Az érkező monszun, a 4-es és a 6-os alaptöltés jelenleg védtelenek. Ha időben befejezik ezeket, nem lesz gond. De ha akadályok merülnek fel, a túl sok csapadék felgyülemlés súlyos szerkezeti károkat okozhat. Nagyon jó. Hány lakott település van az árterületen? 1. 2,25 kilométerre a gáttól a folyón felfelé, a Lusán törzs. Elutasították a kormány evakuációs tervét. 2 űrű. Figyelemre méltó, hogy egy csúf dolog ilyen szépséget hoz létre. Ilyen az élet, nem igaz? Ez vesz körül minket. A hernyókból csodaszép pillangók lesznek, a magokból pedig virágok. Fura ifjú ügyintézőkből kevésbé fura ifjú ügyintézők. Remek munkát végeztél, Will. A duzzasztó rúdsága, fájdalom, melyet a Lusánhoz hasonló falvaknak hoz, a végén valóságos csodává terebélyesedik az ország szolgálatára. A jövő, ez az, amit elsősorban kínálunk, ez a vezérelvünk. Szép beszéd. Minden reggel tükör előtt gyakorlom, de hiszek benne. Mindenek előtt az erkölcs és a vezérelvek jellemzik a CCT-t. Készen állsz egy ilyen elkötelezettségre? Persze. Ezért léptettelek elő. Az ívelsziklát, melyen a szertartási oltárunk pihen, egy villámcsapás alakította ilyenné naptárunk legszentebb napján, több mint 1000 évvel ezelőtt. Jel volt. Nem csak az elődeinknek, de nekünk is, hogy ez a mi otthonunk. Örökre. Emlékszem egy hasonló történetre. A déd nagyanyám mesélte. Meglep, hogy emlékszik. A kormány 20 dollárt fizet a törzs minden egyes tagjának a városba való áttelepülésért. Nem szükséges hozzátennem, hogy a legtöbbjük álmodni sem mert ennyi pénzről. Talán különböznek az álmaink. Ez a föld a névjegyünk. Ez talán olyan eszme, melyet ön nehezen értene meg. De az egyezményünk a kormánnyal tiszteletben tartja ezt. Az egyezmények. Átfogalmazhatunk. De a feltételek többé nem lesznek ilyen kedvezőek. Maguk nem ostobák. Láthatóan nyugtalanság van a faluban. De megőrizzük a békét. Lusán módon. Néme fiatal harcos. Ha úgy érzi, megsértik a jogait, erőszakossá válik. Szóval, meghívhatom ebédre, mielőtt visszaindul?
Nem szívesen mondom, de ez az öreg csónak jobban néz ki, mint mikor az apádé volt. Talán azért, mert az apám a vízen élt. Én meg csak meglátogatom. Igen, de a véredben van. Igen, talán. Még emlékszem, amikor az apád nagyobbra cserélte a motorját. Az előtt volt, hogy a féltulajdonjogot elveszítette kártyán a javadra? Nagy kártyás volt az öreg. Mindig ezt mondod, amikor találkozunk. Igen, de jó ember volt. Aha. Nem játszott túl jól, de tudta a különbséget jó és rossz között, ám bár igen önfejű volt. Emlékeztetsz rá? Tényleg? Igen. Úgy értem, kinézetre. Oh. Te nem hazárdírozol, Will. Biztos helyet találtál egy nagy biztonságos cégnél. Te nem tartod készen létben a motort. Kár, hogy sosem ismerhetted igazán. Hát igen. Szia! Szia! Azt hiszem, én vezetem a projekteret. Te írod alá a csekkemet? Á, nem. Akkor nem vezetsz semmit. Rég találkoztunk. Velem ebédelnél holnap? Megígéred, hogy nem hajtasz rá? Nem, de ígérem, hogy aláírom a csekket. Magyarázd el újra. A Nyugati Parti Egyeztető Bizottság egyszerűen nem hagyta jóvá a Lusán törzs eltávolítását az áradási területről. Pedig időben megkapták a papírokat. Már túl kellene lennünk az evakuáláson. Nos, a Lusán törzs új törvényszemlélettel állt elő. Egy 19. századi egyezmény alapján vitatják a kormány döntését. Ó, kérlek. Az evakuálás egyetlen apró akadálya, hogy veszélyezteti a törzset. Egy gát nem illik a képbe, Will. A kormány képviselő a zsebünkben van. A legfelsőbb bíróság viszont szimpatizál a törzssel, úgyhogy igyekszünk, amennyire tudunk. A monszuni kevesebb, mint egy hónap van. Nem biztosíthatjuk a gátat, amíg nincs megtisztítva a zóna. Szerezz egy gépet, és te magad menj oda, fel kell gyorsítani. Jól van, tudom, tudom. Megyek. Szóval, még mindig ugyanazon a helyen csábítod a nőket. Külön megegyeztem a tulajjal. Hallom, előléptettek. Igen, te és mindenki más. És milyen érzés? Ez most egy keresztkérdés, vagy... Ugyan, Will. Most már te is a belső körhöz tartozol. Egyike vagy a titoktartóknak. A CCT-nek nincsenek titkai. Mindenkinek vannak titkai. De nem nekünk. Minden, amit a CCT csinál, a csúnya dolgok is nyilvánosak. Még mindig szingli vagy? Még mindig semmi között hozzá. És miért fogadtad el a meghívást? Kíváncsi voltam. Hiszen nem találkoztunk. Attól függ, hogy beleszámít-e az az éjszaka. Sosem számított az az éjszaka, te is tudod. Kérdezhetek valamit? Igen. A CCT bajban van? Miféle bajban? Nem tudom, de... vannak pletykák. Ez a gát annyira fontosnak tűnik Fowlernek. Hisz minden fontos Fowlernek. És nekem is. Érezni lehet a levegőben, hogy itt valami nincs rendben. Egyáltalán figyelsz te rám? Csak rám tört a nosztalgia meg a sajnálat. Majd elmúlik. Remélem nem. Csinálunk valamit később. Vannak terveim. Vannak terveid. Jézusom. Will Peterson. Szia, Will. Mi újság oda lett? Egyrészt szauna, kétrészt moszkító és egy jó csipetnyi dühös benszülött. Úgyhogy csodás. Megkaptam a faxodat. Hozzád képest is tömör volt. A kormány evakuálja Lusánt a duzzasztó területéről. Hogy lehet ez? Azt hittem, még folynak a tárgyalások a PRTO-val. Még nem kaptad meg a talajminták eredményét?
A kutatócsoport felfedezte, hogy a föld, ahol a Lushan törzs van, erősen szennyezett nagyszámú nehézfém által. Hogyan? Még nem tudjuk. Feltételezzük, hogy az évszázadokon át ismételt szénégetés miatt a szertartásokon számos toxikus anyag került a talajvízbe. Ez azt jelenti, hogy aki továbbra is ott él, születési rendellenességeket vihet tovább. A sors iróniája. Hiszen most a saját biztonságukért kell távozniuk. Igen. Nekik lesz egy egészségesebb lakóhelyük, nekünk meg egy gátunk. Mindenki nyer. Hello. Jöjjön be! Kávét? Köszönöm, nem. Mindig a gázkeverék a gond. Eltévedt? Nem tudom. A CCT-nél dolgozik? Igen, a főanalitikus társa vagyok. Akkor eltévedt. És mi ez a hely? A CCT. Vagyis maga a szerelő, vagy ilyesmi? Mondjuk. Én John Scott vagyok. Maga a CCT alapítója? Mindig azt hittem, hogy csak egy bronz szobor az irodám előtt. Will Peterson. Valaha ön alkalmazott, legalábbis az aláírása. Remélem, okos döntés volt. Szeretném ezt hinni. Az üzlet részét tekintve, gondolom ön nagyon gazdag. Miért nem vesz magának egy új... irodát? Kávéfőzőt. Tudja, Will, ez a régi garázs volt az eredeti iroda. Itt kezdődött a CCT. Csak én és a moszkitók a mocsár közepén. Az őrület többi része egyszerűen köré nőtt. Persze már visszavonulhattam volna egy trópusi szigetre, margaritát ihatnék életem végéig, de szeretek bütykölni. Békén hagynak a kis zugomban, és olykor előállok egy dologgal, amit használni tudnak. Mindenki jól jár. Segíthetek megtalálni, amit keresett? Amit én találtam, sokkal érdekesebb. Nagyon hízelgő. Jól fog menni magának. Gúnyolódik velem. Bocsásson meg, Will, én olyan kevés öltönyt látok ide lent, hogy csak gúnyolni tudom. Nem gondoltam semmi rosszra. Tessék. Ajándék. Bocsánat kérésű. Ez meg mi? Egy szerzetes érme. Amikor a hely alapját ástam, találtam egy zsák 300 éves Chang dinasztia kori érmet. Talán portugál tengerészek hagyták itt. Tudja, a Chang szerzetesek a jó munkát ilyen szertartási érmékben mérték. Amolyan erkölcsi fizető eszköz volt cserébe az imákért. A CCT kezdetén ez a hely gyakorlatilag ebből épült. Nem fogadhatom el. Nem aranyból van. Valójában nincs semmi értéke, csak azoknak, akik kedvelik az ilyesmit.
Tudja, lehet, hogy csak öltönyösök vagyunk odafent, de felismerjük az értéket. Amit teszünk, mindig a jót szolgálja. Mindenki nyer. Mindenki nyer. Akár egy kínai kártyajáték. De igaz. És én hiszek benne. Tudom, hogy hisz benne. Nem akartam megbántani. Semmi gond, nem bántott meg. Köszönöm. Kösz. Úgy tudom, végül mégis kiürítik Lushant a gát területéről. Bizonyos hírek néha ide is eljutnak. Érdekes törzs a Lushant törzs. Tudta, hogy szinte sosem fordult elő náluk rák? Nem. Projektvezetőként, Will, kíváncsi lennék, hogy voltak képesek így megőrizni az egészségüket, ha a földjük fertőzött, ahogy a CCT állítja. Mire céloz? Semmire. Csak érdekelne. Milyen volt az estéd? Jó. És a tiéd? Érdekes volt. Elnézést. Will Peterson. Will. Öregem, itt minden a feje tetejére állt. Miről beszélsz? Merit nézelmérgezést kapott tegnap este. Kórházban van. A jelentést a talajmintákról szerdára kell elkészíteni, hogy igazolja az evakuálást. Merit nem tudott mindent befejezni. És hol van McLevy és Wiley? Itt vannak, de... Lerobbantunk. Tudod, több gond is adódott a gépünkkel. A jelentés alapjában véve kész van, csak húzd át a téket. Tudod, rakd át szabványformátumba. Ha nincs meghallgatás, a gát nyakig... A monszumban lesz, mire új időpontot kapunk. Jó, rendben. Mi Beris belépő kutya? Az asszisztensednél hagytam vél. Kösz. Remek. Szia. Valami baj van? Csak a szokásos, el kell... Will, örülök annak, hogy követtél tegnap este. Legközelebb jobban vigyázok. Igen, Mr. Peterson. Hello, beszélhetnék Craig-gel vagy valakivel a vegyész csoportból? Nem, sajnálom, Mr. Peterson. Még a reptéren vannak, a gát közelében. A telefonok egy órája nem működnek. Oké, rendben. Sok a meló? Mindig. Befejezem a talajminta jelentést. A Nyugati Parti Egyesület különleges meghallgatást ajánlott. 3 napunk van, addigra kész kell, hogy legyünk. Sok minden múlik rajta. Örülök, hogy személyesen gondoskodsz róla, Will. Az a helyzet, hogy van egy kis gondom a szennyeződési indexekkel. Miféle gond? A talajminták. A módszer jó, és az eredmények is jók. Minden szükséges tesztet elvégeztek, de... Akkor? A koncentráció arány. Ha a fémfelhalmozódás a Lushant oltártól ered, a koncentráció mélységének változónak kellene lennie. Magasabbnak a forrás közelében, és alacsonyabbnak tőle távolabb. Persze, nem vagyok geológus. Folytasd! Ennek semmi értelme. Lenyűgöző, Will. Tudod, ez egyáltalán nem jelent gondot. Ezt nem értem. Dehogy nem. Vegyi anyagokat helyeztek el a földben, hogy mérgezetnek tűnjön? A Lushant törzs útját állja egy nemzet fejlődésének. A kitelepítésük egy hazugságra épül. Will. A CCT egy átszerveződési időszakon megy keresztül, bizonyos részeit ismered, másokat nem. Az ázsiai projekteket kötvényekből finanszíroztuk, melyek értéktelenné váltak a pénzügyi krízis alatt. Azonban folytattuk a projekteket,
IMF hitelek által. Én szerintem erre nem igényeltünk IMF támogatást. Nem tettük. Az IMF a gátat támogatta, de arra használtuk, hogy fenntartsuk a CCT-t. A pénzt már elköltöttük. A gátat be kell fejeznünk, vagy vége a CCT-nek. Közösek az érdekeink, Will. És ha megvédjük a céget, megvédjük a családot, melyet kialakítottunk benne. Ez egy jó gát. Nekik, és nekünk is. Szóval tesszük, amit tenni kell. Will, most úgy érzed, érted, mi történik, de bíz bennem. Mondd, miért nem teszed? Bíz abban, hogy helyes, amit teszünk. Egy nap vezetheted ezt a céget, ha már készen állsz. Készen arra, hogy bíz benne, mint a családodban. Megértettem. Beszélhetnék veled? Persze. Mi történt? Volt már olyan kapcsolatod valaha az életben, melyben a partnered nem épp a szabályok szerint élt? Az illető egy kicsit fura, de ez még nem lenne baj, sőt izgalmas, mert a felszín alatt ott rejlik az alapvető erkölcsi normák és vezérelvek megértése. De aztán egy napon ráébredsz, hogy minden csak hazugság volt. Nincsenek vezérelvek. Csak szükség. És távozol? De mi van, ha túl sokat tudsz az illetőről? Hogy kicsoda ő? És mire képes? Hány embert fog bántani? Akkor állítsd meg őt! Will? Itt maradhatsz éjszakára. Nem, nekem mennem kell. Kösz, hogy meghallgattál. Will, ez nem egy személyről szól, ugye? Nem. Valamiről, amit szerettem. Mr. Peterson? Én csak itt felejtettem pár papírt. Csak egy perc, mindjárt jövök. Szigorúan titkos. Vezérelmek.
Hey, Jim, hogy? Mr. Peterson? Hello. Csak néhány papír, jelentést írok. Jó ét. Az irodájában járt. Bekapcsolta az ön számítógépét. Biztos benne? Az S4-es épp most fejezte be a billentyűzet vizsgálatát. Egyeznek Peterson adataival. Tudja meg, hogy pontosan hol járt, és kivel beszélt utoljára. Csendben. Igen? Bill? Mi történik? Mire gondolsz? Will, beszélj! Mondd el, mire gondolsz! Én... eltévedtem. Ez bárkivel megesett. Még velem is. Az a lényeg, ahogy kezeled. Már nem tudom, mi ez a cég. Will... Még semmit nem tettél, ami nem megmásítható. De létezik egy energia e pillanatban rajtunk kívül. Energia, mely felemészt mindkettőnket, ha nem teszünk valamit azonnal. Már túl késő. Nem, Will, van időnk. Nem, túl késő. Hello, egy jegyet kérek. Melyik járat? Hongkong. Légibusz? Igen. Az egyetlen jegy, ami még... Bármi megfelel. Valami gond van? Egy pillanat, Mr. Peterson. A tüzet már eloltották. A tűzoltóság szerint korai meghatározni a tűzokát. De bizonyos jelek szándékosságra utalnak Laura Taylor, a CCT egyik ügyintézőjének lakásában. A holttest, amelyet találtak, felismerhetetlen, és az egyetlen eset. A rendőrség megvizsgálja a biztonsági kamerák felvételeit, hogy megtudják, kik látogatták meg az áldozatot az eset előtt. De furcsán viselkedik. A hatóságok felhívják a lakosság figyelmét, hogy jelentkezzenek mindazok, akik esetleg láttak valami szokatlant. Gondolod, hogy az eredeti jelentést vitt el? Igen, uram. Meg tudod csinálni újra? Időbe telik. Nincs időnk. Mit művelsz, Will? De nem értem a használt módszert. Standard módszer. Az ilyen vizsgálatokban... De az eredmények bemutatása, a nehézfém szennyeződés, a feltérképezés hiányos. Valóban, viszont ez normális ebben az esetben, amikor az őserdőben... Megértem, hogy a módszer nem világos, de az eredmény szabályszerű. Ez egy hiányos adhok jelentés, ebben a formában nem elfogadható. Az idő komoly tényező. És a mi felelősségünk, hogy komolyan vegyük ezt. Mr. Sheridan... Ez a jelentés nem helytálló ebben a formában. Ahhoz, hogy a bizottság elfogadja a törzs kitelepítését egy védett területről, a tanulmánynak, amely egy reális veszélyt bizonyít, kifogástalannak kell lennie. Ez a jelentés pillanatnyilag nem felel meg. Elrendelek egy hét halasztást a Lushan törzs evakuálását illető ügyben. Addig tegye rendbe a papírjait, Mr. Sheridan. Köszönöm.
hogy végeztem. Ember, hogy van? Még nem kellett volna felkelni. Igen, csak járok egyet is. Nem lehet. Orvosi utasítás, vissza az ágyba. Hey! Örülök, hogy jól. Egy kicsit zavart. Fáradt vagyok a kiszáradástól. Azt hiszem, érthető, hogy zavart vagyok. Hová igyekezett a csónakkal? Nézze, ha megtalálta a lemezt és meg akar ölni, nincs értelme a szokratiszi közjátéknak. Tévesen ítél meg. A CCT-nek dolgoznak. Ennyi bőven elég. Nem dolgozom a CCT-nek. Most nem. Egyszerű. Csak segíteni szeretnénk, Will. A CCT ellen. Kik? A hajón lévő emberek. Én alapítottam a CCT-t. Ugyanolyan vétkes vagyok, mint akárki más. Évekig nem akartam ezt elismerni. Szemet hunytam Fowler ambíciói fölött. Fowlert nem önmaga érdekli, hanem a CCT. De mivé lett a CCT? Egy halott... közszolgálati idea. Kár feláldozni érte egy gyerek jövőjét, pedig sok gyereket áldoztunk fel érte. Jót tettünk. De milyen áron? Én nagyon jól tudom, hogy milyen áron, Will. És ön? Én nem tudom. Kell egy kis levegő. Mióta vagy benne te is? Elég régóta. Én már... Már ismertelek? Igen. Csak nem mondtad el? Ó, Will. Mit mondhattam volna? Hogy a vállalat ellen dolgozom, melynek egy napon az élére kerülsz. Hallgattam volna rád. Valóban. Gondolj bele, milyen voltál akkor. Milyen voltál akár egy nappal ezelőtt. Hittél volna nekem? Megpróbálhattad volna. Megtettem. Amikor követtél azon az estén, úgy intéztem, hogy kövess John ajtajáig. És elintéztem, hogy Beris ételmérkezést kapjon. Mindet kiterveltetek? Egy lökés, Will. Ez minden. Maga készen állt. Miért én? Fowler bizalmasa volt. Senki sem tudta volna megszerezni ezt az információt. De... Tehát ami kettőnk között volt, az egyszerűen... Minden igaz volt. A többi később. Beleértve,
hogy megpróbáltatok kinyírni. Nem, azt Fowler csinálta. Úgy gondolja. Nem bízik bennünk. Lássuk csak. Egy hete még volt állása. Jövő. Aztán megismertem magát, és most menekülnöm kell. Félig hulla vagyok. És különös módon ezen a hajón találtam magam, de nem bízom magukban. Egyszerűen nem. Sajnálom, hogy a CCT megelőzött. De örülök, hogy élsz. És mi ez a hajó? Ó, ez a Clipper egy régi barátomé. A neve Tom Kutz. Közösen újítottuk fel. Valójában ez hozott Tomnak pénzt, ami segített felépíteni a CCT-t. És most remélhetőleg segít megállítani. Nagyon szeretnénk, ha részt venne benne. Tudja, én nem tudom, milyen jövő vár rám, de az biztos, hogy nem ezen a hajón lesz, sajnálom. Előkészítettünk egy csónakot elegendő étellel és üzemanyaggal a szárazföldig. Szabadon távozhat végül. Már nem is tudsz mosolyogni. Will, mielőtt elmész, látnod kell valamit. A rendőrség úgy véli, hogy a CCT alkalmazottja William Peterson gyilkolta meg Laura Taylort, hogy véghez vigye tervét és az általa ellopott titkos információkat idegen kézre juttathassa. Az eltulajdonított információk alapján biológiai fegyverek készíthetők. Nos, a világ gyilkosnak tartja a CCT számára halott. Nincs többé családja, Will, csupán a szava másokéval szemben. Tudom én, hogy nem akar itt lenni, nem öndöntött, így nem ezt tervezte. De ha már itt van, kérem, hogy... Hadd mutassam meg, mind dolgozunk. Van motorunk is, de jobban szeretem a szelet. Így tovább maradunk a vízen, és nincs kapcsolat a szárazfölddel. Kik ezek az emberek? Ó, ők mindenfelől jöttek. Van, aki a múlt elől menekül, mások csak egy múltra vágynak. Vannak köztük elítéltek is. És vannak, akik bár nem tudják, hogy pontosan miért itt találtak önmagukra. A célunk, hogy békésen eltérítsük a CCT-hez hasonló vállalatok terveit. Fowler miért nem keresi meg és robbantja fel a hajót? Még ez is megtörténhet. De megtettünk mindent, hogy ezt elkerüljük. Nyílt vízen járunk, távol a hajózási útvonalaktól, távol a kíváncsi tekintetektől. És ezek a zöld vitorlák egyben radarelhárítók is, amelyeket én fejlesztettem ki. Ez csak egy beépített védelmi intézkedés. Will, ez egy figyelemre méltó hajó. Tökéletes a küldetésünkhöz. Szeretném, ha átgondolnál, hogyan tudna segíteni nekünk. Ez minden csak. Gondolja át, rendben? Ember. Nem volt túl sok esélyem tegnap, nem igaz? Infante. Will. Isten hozta. Köszönöm. Épp általános szemlére készülök. Velem tarthat, ha akar. Körbevezetem. Ó, persze. Gyerünk. Oké, ez itt a szállítási szoba. Gyakorlatilag minden megvan, ami a vízi élethez kell, a legmodernebb felszerelés. Olyan is, ami nincs senki másnak. Hát ezért van itt. 3 nyarat töltöttem a Woods Hole óceánjáron. A technológia felét sem láttam ott, ami Scottnak megvan ezen a hajón. Minden kisfiú álma. Ez nem kisfiús meló.
Persze, Scott nagyokat mond, de csak közszolgálati mutatvány vagyunk. Megpiszkáljuk kisé az orrukat, kínos helyzetbe hozzuk a CCTS hasonlókat, és hazamegyünk, ez minden. Ha az idegeire megy, csak lője le, nálunk ez alapszabály. Ő pedig Kerry. Arról híres, hogy diplomatikus és diszkrét. Maga az új fiú? Igen, ő Will. Magasabbnak képzeltem. Csak nézőpont kérdése. Nagyobbnak tűnök szemmagasságból. Új barátokat szerzel? Én mindenkit szeretek. Mr. Peterson, elrabolhatnám egy kicsit? Elnézést. Készítesz valami vacsit? Azt hiszem rajtad a sor. Tudod, azt hiszem nem érted tisztán a hercegnő szó jelentését. Ó, tényleg? Hogy haladunk? Holnap tetőzik, John. Mind dolgoztok? A lemezeden. Dekódoljuk a részleteket. Ez a rész egész éjjel tartani fog. Utána egyszerűen kinyitjuk. De amint Tom használja a lemezt, és elkezdjük használni az információkat a CCT ellen, tudni fogják, hogy él, és velünk van. Elveszik az életemet, és úgy tesznek, mintha esélyt adtak volna. Mi jön még ezután? Nem használjuk a lemezt az engedély nélkül, Will. Holnap reggelig még eldöntheti. Én is kérek egy húst. Köszönöm. Kép valaki? De finom. Van még sör? Közös buli és precíziós felszerelés. Nagyszerű ötlet. Szakmai buzgóság és vállalati gonoszság. Terry Dalton, rezidens nyelvész és szociológus. Gondjai vannak a szakmai buzgalommal, Mr. Dalton? Attól függ, hogy mit szolgál. Szóval velem van gondja. Hé, nem is ismerem. Úgy beszél, mintha igen. Oké, elmondom, mit tudok. Felnőtt kora nagy részében lelkesen szolgált egy gonosz hatalmat, amit lehetetlen nem észrevenni. Bocsásson meg, de szociológusként érdekesnek tartom. És maga kit szolgált? Én csak volt tanár vagyok, Mr. Peterson, és segíteni akarok. Vagyis önmagát szolgálja. Talán. Érdekli egy szociológiai tanulmány? Figyeljen! Megvolt mindenem. Volt pénzem, volt jövőm. Mindent eldobtam. Tudni akarja, mi a legfurcsább? Nem hiszem, hogy a CCT gonosz. Könnyű ezeknek az embereknek lázadni ellene, de... ők nem dolgoztak ott. Szerettem a munkámat, szerettem a kollégáimat, de... nem tudtam elfogadni mindent, és... végül itt végeztem. Most már értheti, miért nem olyan könnyű gyűlölnöm. Gyűlölni az életet, de hát én itt vagyok. És ha majd maga vagy bárki más elmondhatja ugyanezt, akkor ismerni fog, Mr. Dalton. Ezt szeretem. Nem ismerem a lépéseket. Majd én megtanítom. Gyere! Oké. Okay. Oh! Oh, látod, sajnálom. Sajnál. De aztán tényleg két ballábas vagy. Majd én vezetlek, oké? Okay? És minden másban. Oh, nagyon jó. Győztél. Voltál már máskor is ezen a hajón? Egyszer. Arra emlékszem, hogy csak álltam, és arra gondoltam, hogy ez a hajó, az élet ezen a hajón, maga a szabadság. Tudod, mindig azt mondták, hogy nem hasonlítok az apámra. Van egy kép egy férfiról, egy hajó kormányánál áll. Nem is tudom, én...
Én soha, egyszerűen soha nem hittem volna, hogy az életem majd egyszer így alakul. Újra megtaláltalak. Világos, hogy a Lushan törzs még nem tudja, hogy a CCT talajmintája hamis volt. Elfogtunk egy ügynökségek közötti adást a Nyugati Parti Egyeztetőbizottságtól. Talán ők sem sejtik, mégsem elégedettek vele. Egy hét halasztást kapott a Lushan törzs, amíg a CCT rendbe teszi a számokat. Nem számíthatunk újabb halasztásra. A PRTO váratlanul érte őket Vail miatt. De van egy egész hét rá, hogy Fowler kiagyaljon valamit. És mit tegyünk? Két nap múlva Lushan partjainál leszünk. És aztán? Te és a csapatod csendben partra szálltok, és elmentek a Lushan törzsfőnökhöz. Mindenről beszámoltok. És ellenállásba kezdtek. Nem fognak hinni nekik. Nincs bizonyíték. A bizonyíték a lemezen van. Dekódolták? Igen. Akkor használják. Az evakuálási jelentések, a talajvizsgálatok, a mérnöki jelentések, mindegyiken az én nevem van rajta. Ha hisznek valakinek, az csak az a személy, aki megtervezte a lidérc nyomásukat. Ezért én is oda megyek. A radar bemért egy alacsonyan szálló gépet. Az útja keresztezi a miénket. Ellenintézkedés? Ellenintézkedés. Mindenki a helyére. Mr. Peterson, csatlakozzon hozzánk! Laura! Számít a múlt éjszaka. Igen. Számít a múlt éjszaka. Megláttak minket? A gép még túl van a horizonton. Nem fogtam be hullámokat, nem hiszem, hogy elkezdtek bemérni. Túl lassan halad, kapitány. Szerintem tuti, hogy helikopter. Mit gondolsz? Túl kicsi, hogy egyedül legyen idekint. És még nem fogtam katonai hőjelzéseket sem. Vagyis csónakban van. Minket keres? Vagy rengeteg pénzt költ rá, hogy halásszon. Repülőgép a horizonton. Néma üzemmód. Bekapcsolva. Jobb, ha nem áll a portál előtt. Elméletileg halott. 1000 yard. 900. Négyszáz. Száz jön. Nincs világos azonosító, kapitány. És ilyen távolságon kötelező az engedély. CCT gép? Nem tudom. Van engedélyük. Jobb, ha elkerüljük. Sokkal jobb. John! Operációs távolságban vagyunk Lushan partjaitól. Ideje partra szállni, emberek. Remek. Őrizze meg, amíg visszatérek. Várj, jó, hadd segítsek. Megmutatom, hogy kell. Oh. Volt már köze ilyen felszereléshez? Nem. És maga aláaknázott valaha egy ilyen nagy vállalatot? Nem.
Szóval mindketten tanulunk. Jól van, emberek, figyelmet kérek. A hátsó bejáraton kopogtatnak. És nincs recept az ilyesmire. Magukon múlik, hogy megtalálják-e a békés kapcsolatba lépés módját. Sok sikert! Hát jó. Jól van, jól van. Laura, nem szerződtem erőszakra. Hé, tudod te használni azt az izét? Csak mert én nem. Nézd, Will. Csak itt van, oké? Ne aggódj miatta. Fiúk, mit fogunk hazudni, ha észrevesznek? Mi van? Partot értek. Mit fogunk tenni, ha megérkezünk a faluhoz? Nem hiszem, hogy jó ötlet lenne, ha csak úgy beosonnánk. Nem tudom, talán jobb lesz besétálni és bejelenteni magunkat. Vagyis nincs előre elkészített terv? Ó, bocsánat, én csak egy lemezes fiú vagyok. Kulturális javaslatok, Dalton? Csak mosolyogjunk és ne tűnjünk behatolóknak. Hány év főiskola kellett ehhez? Lemezes fiú. Elgondolkozott már azon, hogy a földön lévő sok rossz között mit jelent egy törzs kitelepítése, mely pénzt kap a távozásért? Természetesen, hiszen több ezer, sőt millió ember él a földön, sokkal nagyobb veszélyek között. És Will, ha így tekintünk rá, igaza van. A Lushan törzs gondjai nem olyan nagyok. Miről beszél? Mesélek egy történetet. Amikor Cook kapitány a csendes óceán szelt az 1780-as években, megállt egy kis szigetnél. Talált ott egy nagyon puha mohát, csak a helyre jellemzőt. Nem törődött túlzottan vele, de mintát vett belőle. Évekkel később egy londoni tudós rájött, hogy a moha külső rétege megállította a fertőzést az égési sebekben. Viccel? Nem. Azonnal odaküldtek egy hajót, hogy többet is hozzon. De addigra egy bálnahalász kolónia vert ott tábort, és az összes mohát elégették tüzelőanyagként. Eltűnt. Örökre. Szóval, mit számít egy csipetnyi moha? Ebben az esetben több ezer megégett embert mentett volna meg. A lényeg, hogy nem tudjuk, mit veszítünk, ha lerombolunk egy helyet, csak ha már túl késő. A Lushan az egyik legtitokzatosabb törzs. Nagyon kevés antropológiai munkát végeztek rajtuk. De azt tudjuk, hogy gyakorlatilag sosem volt köztük rákos megbetegedés. Miért? Miért van ez? A hely, ahol élnek, amit esznek, a szokásaik? Nem tudjuk. Egyszerűen nem. Istenem!
kötelező mérnöki terület. A talaj szabálytalansága miatt úgy kellett megterveznünk, hogy a súly a két kritikus pontra essen, a négyesre és a hatosra. Gyönyörű, nem igaz? Átvitt értelemben. Talán keressük meg a falat. Lusán földön vagyunk már? Nem tudom. Igen. Lusán földön vannak. Varázslatos, igaz? Több ezer éves. Idegenek sosem láthatták. Nem hittem, hogy valaha látom. De itt van. Azt mondják, hogy a legszentebb hagyományunk mérgezte meg a földet. Mondják. Szemünk nagyjából egy darabban hozta ide magukat. Jó. Jöjjenek. Uram, mi csak azért jöttünk ide, hogy... Nem akarunk rosszat. Vegyenek. Engedély nélkül léptek Lusán földre. Fegyverrel jöttek. Mi vagyunk a törvény ezen a földön. Jogunk lett volna kedvünk szerint eljárni magukkal. De filozófiánk lényege a vendégszeretet. Kik maguk? Mipala menekom. Maseptekin. Pek-pek pikun tüdjó. Te! Hogy mered az Anau-törzs átszólni ránk? Nem! Csak köszöntöttem. Démon! Elég. Elszúrtad Margaret Mead. Uram, a nevem Will Peterson. Nem ismerem a lusán nyelvet, nem tudok semmit a szokásaikról, és tolvajként léptem a földjükre. Csupán egy történetem van. Néhány nappal ezelőtt még... analitikus voltam a CCT-nél. A feladatom a terület megtisztítása volt. Maguktól. Minden dokumentumot, amit kaptak, én írtam alá. De néhány nappal ezelőtt elhagytam a CCT-t, ami nagyon nem tetszett nekik, és csak nem megöltek engem, de ezek az emberek megmentettek, és azért vannak most itt, hogy megállítsák a CCT-t. Miért hagyta el a CCT-t Will Peterson? Mert becsaptak engem. Ahogy magukat is. A meglévő fenntartásaink ellenére, tekintve a jelentés tudományos hátterét, a bizottság úgy döntött, elfogadja a kitelepítési kérelmet a Lusán törzs ügyében, az állammal kötött egyezményük értelmében. És elvárjuk, hogy az evakuálást a Lusán hagyományok tiszteletben tartásával hajtsák végre. Természetesen. A CCT tiszteletben tartja a bizottság akaratát, valamint a Lusán törzs hagyományait. Köszönöm. Szívesen segítek. Mr. Peterson, jól ismerem ezeket a dolgokat. Köszönöm. Tehát a kormány evakuálási rendelete hazugságra épült. Igen. És a PRTO bizottság felfüggesztése? Csupán ideiglenes. Will, a CCT megszüntette a felfüggesztést. Bármikor elkezdhetik az evakuálást. Harcolniuk kell. Harcolni? A kormánynak sokkal több fegyvere van, mint nekünk. De ellenállhatnak, lelassíthatják őket.
Nyerjenek időt, amíg nyilvánossá tesszük a csalást. Az utak rosszak. Pár ember elég, hogy megállítsuk őket. Igaza van. Ezen a terepen nem kerül semmibe. Van egy régi mondásunk, nehéz lefordítani. A lényege, hogy az erőszak olyan élőlény, akár egy ketrecbe zárt tigris. Ha kiengedjük, bántani fogja az ellenséget, de többé nem tér vissza a ketrecbe. Generációkon át a kormány mellett álltunk. Ellenállást tanúsítani erőszakkal, hogy késleltessük, a vesztünket okozza. Igen, de lelassíthatjuk őket. Vagy halálra ítélem a népemet. De nem adhatja fel. Ha ezek az iratok hamisak, ahogy azt állítják, bemutatom őket a bíróságnak. A gátat nem építik fel egy nap alatt, és lesz időnk megállítani őket. Békésen. Ez a Lushan törvény. Tessék. Segélykérő jeleket fogtunk be egy halászhajóról. Kb. 5 kilométerre lehet nyugatra. És a parti őrség egységei? A felszíni radar csak minket észlel. A tenger törvényei szerint segítséget kell nyújtanunk. De tudom, hogy te is ezt akartad mondani. Hadd nézzem meg. Már jönnek. Az lesz a legjobb, ha maguk négyen elrejtőznek. A gyerekek is. Ott van. A bajba jutott hajónak. Milyen természetű a problémájuk, vétel? Zöld vitorla. Halászhajó vagyunk, 5 tagú személyzettel Szingaóból. Meghibásodott a motor és vízszivárog a hajónkba. Engedje meg, hogy átszálljunk a hajójára. Vége. Ha süllyednek, tennünk kell valamit. Halászhajó, biztosítunk minden tőlünk telhetőt. Kitűnő műszerészek vannak a fedélzeten. Átküldök néhány embert. Vége. Zöld vitorla. Köszönöm, de túl sok víz gyűlt fel. Mi hamarabb el kell hagyjuk a hajót. Vége. Vajon a CCT akar törbe csalni? A CCT az miért nem röpítenek minket egyszerűen a levegőbe? Talán körül akarnak nézni. Van hanglokátoruk? Igen. Egy kicsit erős egy halászhajóhoz képest, de nem lehetetlen. Kerry, vedd fel a búvárruhát. Nézd meg azt a hanglokátort, jó? Oké, már is. Mást is leadtak a rádión a segélykérésen kívül? Még nem. A biztonság kedvéért zavard a kommunikációjukat. Rendben. Halászhajó, küldünk egy mentőcsónakot. Készülődjenek, vége! Népem, legyünk türelmesek, amíg felszólalhatunk. Otthonaink és tradícióink ismét olyanok lesznek, amilyennek évszázadokon át megismertük és védelmeztük. Hívjátok ki! Talán Maunak igaza volt. Talán ez járható. Oké. Csinálj! Indulunk. A hanglokátor pontosan itt lehet. Igen. Kinyomtatom Kerrynek. Az anyag, amiből ez készült, minden hangrezgést elnyel. Ez egy mágneses magas frekvenciájú zavaró. Ha a lokátort veszélyesnek találjuk, csatlakoztasd ezt hozzá, hogy megzavarjuk az adásukat. Rendben. Köszönöm.
Akárhogy is dönt az ENSZ, ide már nem térhetnek vissza. Ezt nem hagyhatjuk. Állítsuk meg őket. Erőszak. Hallottad, Mahut? Ez nem lusább módszer. Ahogy a miénk sem. Nem ezt akartuk. Hanem mit? Itt lapulni, hagyva, hogy eltüntessenek egy egész kultúrát. Nyugalom! Nyugalom! Nem most kellene szerencsét kívánod? Az John Scott dolga. Sok sikert. Hogy ide jöttek. Biztos, nem akarja, hogy megnézzük a motort. Á, köz, de tényleg nincs időnk erre. Ez egy harci lokátor. Ilyennel nem szokás halászni. Szólj Kerinek, hogy helyezze el a zavaróadót. Keri! Túlélők? Nem látok senkit. Mi történt, John? Nem tudom, csak egy magas frekvenciájú zavaró volt. Robbanóanyag lehetett a fenékben.
és a zavarunk berobbantotta. Istenem, John, megöltük azokat az embereket. Ugye nem csináltál gyilkost belőlem? Nem akarjuk bántani magukat. Életben maradnak. Tűnés! Hogy van? Stabil a légzése és nincs vér a fülében. Rendbe fog jönni. A tigris elszabadult. Még több katona jön. Szóval kitört a háború. Igen. Semmit sem tehetünk. A népemet bebörtönzik. Vége az életünknek. Mau őket csak a gát érdekli. A gát. Mi van? Ha nincs gát, nem kell a Lushan föld sem. Igen, de már felépítették. Már nem állíthatjuk meg őket. De ha leromboljuk. Mit akar tenni? A kritikus pont a 4-es és a 6-os pillér. Ha ezeket leromboljuk, összeomlik a projekt. Hogy a direkt robbantás nem működne, de ha elegendő robbanóanyagot telepítünk az egyik gát fölötti kémlelőcsőbe, rázúdítjuk a hegy felét, és vége. És utána? A monszun időszak megérkezik, úgy 3 hét múlva. Igen. A kanyon megtelik vízzel és sárral, és az alapokat egy év alatt sem tudnák rendbehozni. A CCT nem engedheti meg, hogy várjon ezzel a projekttel. Az IMF hitelek addigra csődbe viszik őket. Tehát a Lushan törzs kitelepítése indokolatlanná válik a kormány számára. Nagyon sok a ha. Ha valakinek van jobb ötlete, mielőtt újabb erőket küld a kormány, megvárom. Ezzel folytatjuk a háborút, mi nem ezért vagyunk itt. De legalább értelmet nyerne az eddigi erőszak. Robbantsuk fel a gátját, Will Patterson. Most beszéltem Laurával. Úgy tűnik, hogy fel tudják robbantani a gátat. És hány ember fog még meghalni? Ami ma történt, az szörnyű tragédia. És vállalom a teljes felelősséget. Nem állt szándékommal megölni bárkit is. Mi is, és a helyzet is örökre megváltozott. Ez nem hadihajó, ti mind önkéntesek vagytok. Ha úgy akarjátok, akkor egyszerűen eldöntjük, hogy hazamegyünk. De... még 4 csapattársunk van a parton. 4 csapattársunk, akik úgy döntöttek, hogy lerombolják a CCT gátat. Rajtunk múlik, hogy eldöntsük, itt és most, hogy támogatjuk-e őket. Kerry, hová mész? Hát, újra elfoglalom a helyemet. Tom? Volt valami az életemben, amire mindig büszke voltam. Soha nem okoztam más emberek halálát. Többé ezt nem mondhatom el. John, hosszú ideje ismerjük egymást. A testvéremnek tekintelek. De nem hiszem, hogy erre tettem fel az életemet. Akkor mire tetted fel? Nem hullák számlálására.
Igen. Mi a helyzet a faluban? Mr. Fowler. A kormány csapatai elveszítették az irányítást. Harcokba bocsátkoztak. Nem tudom, mi folyik ott. Nem találták meg Will hulláját, igaz? Igaz? Nem. Nem gondolod, hogy itt az ideje személyesen átvenned az ügyet? Csak egy analitikus vagyok, uram. A CCT analitikusa. Igen, uram. Rádióz az evakuáló csapatnak. Egek. Ezek komolyan gondolták. Megsemmisítették volna az egész falut. Gondoltad volna azelőtt, hogy egyszer ezt fogod csinálni? Azelőtt. Az a múlt héten volt. Egy részét én ennek az egésznek fel se fogom. Remélem, sose történik meg. Az élet egy csomó kapcsolódó pillanat. Pillanat, amikor azt hiszed, érted az életet, és pillanat, amikor pedig nem. Ez most melyik pillanat? Készen állunk. Mi történt? Nem tudom. Utána nézek. Megyek is, megnézem. Jól vagyok. Kutya bajom. Will? Craig!
A kísértet. Megőrültél? Mi a frászt művelsz? Az legyen az én dolgom. Hol vannak a többiek? Csak mi vagyunk. Mi a fene ütött beléd, Will? Megtudtam az igazat, Craig. Nem ártana, ha te is keresnéd. Igazság? Kímélj meg. Hirtelen vallásos lettél, de most más a helyzet. Scott Fowlernek. Építs gátat is, robbansd fel. Mondd csak, Will, 1000 év múlva mit fog ez számítani? Ez az egész egy önző hazugság, te tudtad ezt? Arrogáns gazember. Hát nem érted, mit tettél velem? Nem volt elég, hogy elcseszted a saját életedet, engem is magaddal akarsz rántani. Ilyen közel jártam a célomhoz. De te Fowler gorillájává tettél. Hé! Gondolkozz, Craig. A gát veszélyes. A gát a jövő, Will. Ráadásul ez a munkám. Mindig tudtam, hogy ára van. De nem hittem, hogy én fizetek ezért. Ne beszélj! Will, hagyd! Meg fogok halni. Dehogyis, nem. Nem. Az időt. Csak fogd a kezem, és várj velem. Gyönyörű itt, nem igaz? Igen, igen az.
Megmentettük őket. Azt hiszem. Ó, az jó. Mr. Fowler, letartóztatom Laura Taylor meggyilkolása miatt. Menjünk, Mr. Fowler. Most. Valóban hitt magában. A végsőkig. Nem benne. Abban hitt, amit csináltunk. Igen. És ezért a népem és én hálásak vagyunk. Sajnálom a veszteségüket. Ahogy a magunkét is. Az örömünk ma nem lesz teljes. De boldogok vagyunk. Ez nem könnyű út. Senkinek sem. Nem. De azt hiszem, John Scott, az öné magányosabb minden kiénél. Mindig ilyen nehéz lesz. Nem tudom. De ez csak a kezdet. Tom? Kapitány? Mit szólnál mélyebb vizekhez? Az ám, kapitány.